Bár a Békés Csabai előre 100 esztendeje tel is tele volt küzdelemmel, fájdalommal, megszűnéssel, újjáalakulással, e kis filmben most mégiscsak a szépre emlékezünk. Mert a mosolyra, a jóra, a szépre mindenkinek nagy szüksége van. Egy ünnepen különösen. Hiszen ma ünneplünk. A Békés Csabai előre 100 esztendős története alatt 12-szer változtatott nevet. Volt előre MTE, törekvés ese, törekvés MTE, újra előre MTE, majd Békés Csabai szakszervezetek ese, építők SK, építők előre SK, Békés Csabai előre SC, Békés Csabai előre Spartacus SC, a nagy egyesület felbomlása után Békés Csabai előre FC, előre FC Békés Csaba, végül napjainkban Békés Csaba 1912 előre ese. A színe is változott nem egyszer. Citromsárga fehér-feketével kezdődött, majd jött a lila-fehér, aztán pedig a fehér-lila, és megint a lila-fehér. Lett belőle piros-kék, majd pedig kék-fehér. Ám 50 éve nincs több színjáték. Egyfolytában lila-fehér zászlót lenget a csabai szél. A pályákat illetően is kalandos volt a múlt. Kezdődött a későbbi ruhagyár Szikes rétjén, majd jött a vásártér. A disznópiac nem volt épp ideális, végre megadatott a saját pálya a Csányi utcai, ahol egyszer még a tribün is leszakadt. A Csányiról a Réti, ma Kórház utcai stadionba költöztek az előrések, majd a Kazincira tette át székhelyét a csapat. Míg nem 49 esztendeje kikötött a mai Kórház utcai stadionban. Az előrének a 100 esztendős története során összesen 22 szakosztálya volt. Lássuk szépen sorban a csatlakozás szerint. Labdarúgás, birkózás, kerékpár, ökölvívás, női futball, jégsportok, motorkerékpár, női kézilabda, férfi kézilabda, teke, asztaltenisz, úszás, röplabda, torna, atlétika, judó, súlyemelés, sakk, természetjárás, tenisz, vívás, vízilabda. Néhány szakosztály több alkalommal is az előre családtagja volt. Megszűnt, majd visszatért. Az előre történet tehát nem csupán a labdarúgók története. A leghosszabb ideje 100 esztendeje a futballisták, előrések. Érthető, velük kezdődött, s a nagy egyesület felbomlása után utódként is őket tartjuk nyilván. A tornászok végeztek a második helyen a nem létező versenyben 41 esztendővel. A legrövidebb ideig a női futball élt, a 20-as években pár hónapig csupán. A krónikák szerint mintegy 100 fő alkotta az előrét a megalakuláskor. Leginkább mesteremberekből, segédekből, kétkezi munkásokból, kereskedőkből. Valójában mindig is a munkáscsapatként emlegették az évtizedek során. Az első pillanattól több ezres drukkertáborral. A legnagyobb létszámú, a klub, nem sokkal a nagy egyesület felbomlása előtt, 1987-ben volt, közel 1400 volt a tagok száma. Ami a drukkereket illeti, az 1974-es élvonalbeli feljutást követően 4 idényen át nem volt 10 000 alatti az átlagnézőszám. A legtöbb néző a Kórház utcai stadionban 1979. április 25-én a Fradi elleni 2-2-re végződő találkozón volt. 25 000 drukker üvöltötte végig a meccset. A labdarúgó szakosztály 26 idényt töltött az élvonalban. Az elsőt 1945-46-ban, a kiesés után pedig majd 30 évet kellett várni az új szereplésre. Az eddigi utolsó élvonalbeli idény 2004-2005-ben volt. A legjobb bajnoki szereplés 1992 és 1994 közé esik, amikor is a csapat sorrendben az 5., 3. és 5. lett. A bronzérem máig a legnagyobb siker. A csapat mestere akkor Pásztor József volt. A Magyar Kupában 4-szer jutott el az elődöntőig a klub, egy alkalommal döntőt is játszott, és nyert. 1988-ban a válogatottakkal teletűzdelt honvédet verték a lilák, Csank mester irányítása mellett. Gruborovics, 2-1-re vezet a Békés Csaba. Hely, micsoda fordulat. Diszlő Péter kijön, Gruborovics fejel, kéz-kéz és gól. Nem is Gruborovics, bocsánat, Csató volt az. 3-2-re vezet a Békés Csaba. Na, érdekes dolgok ezek.
A nemzetközi kupákat illetően a Közép-Európa kupában 1984 csoportmérkőzéseket játszottak a lilák. A kupa győztesek Európa kupájában 1988 a selejtezőt túlélve az első fordulóban estek ki, csak úgy, mint az UEFA kupában 1994. Emellett kétszer indult a csapat az Intertotó kupa csoportküzdelmein, amely közül az egyiket 1994 megnyerte. A labdarúgók közül hatan lettek válogatottak. Sorrendben Amzel Ignác, Parócai Sándor, Kerekes Attila, Pásztor József, Szekeres József és Mracskó Mihály. További 11 olyan játékos van, akik egykor csabaiak voltak, s eljutottak a nemzeti válogatottba. Az év legjobbja a Népsport osztályzatai alapján Pásztor József lett az 1977-78-as idényben. A Magyar Labdarúgó Szövetség döntése értelmében pedig Árgyelen János 1993-ban. Mindenképpen egyedi Vágási Sándor esete is, aki 1979. december 2-án egyetlen mérkőzésen 5 gólt szerzett, ezzel kivívta a Népsporttól a 10-es osztályzatot. A nagypályás kézilabda történetében a hölgyek kétszer lettek ezüstérmesek. A modernkori kézilabdában ez egyszer fordult elő, 1982-ben. Az utóbbi a legkiemelkedőbb eredménye a szakosztálynak, de az önálló klubnak is. A második hely révén az IHF kupában indulhatott a csapat, s az elődöntőig jutott. A szakosztály első válogatottjait még a 40-es évek végén adta Ancsin Dóra és Hámori Ilona személyében, de a 80-as évektől valósággal már ontotta a nagy válogatottakat. A legelső közülük Jakab Gabriella volt. Fájó, hogy a legjobbjaink közül a legtöbben más klubok játékosaiként érték el nagy sikereiket. A legnevesebbek és legeredményesebbek Csulikné és Bohus Beáta. Az előre történet 3 világbajnokot tart számon. A klub első világbajnoka 2 kézilabdás hölgy, Hámori Ilona és Laurinyec Katalin. Az 1949-es budapesti nagypályás világbajnokságon voltak a magyar csapat erősségei. 25 évvel később, 1974-ben a tekéző Hursán Zsófia volt a tagja a világbajnoki címet szerző válogatottnak. A megelőző világbajnokságon egyéni ezüstérmet szerzett. Rajtuk kívül világbajnoki érmet Hankóné Jakab Gabriella nyert, az 1982-es női kézilabda világbajnokságon ezüstérmes együttes tagjaként. Az egyesület korosztályos világbajnoki címmel is büszkélkedhet. Bökfi János súlyemelő lökésben volt verhetetlen, 1982-ben, s további 2 ezüstéremmel is gazdagította az előre éremgyűjteményt. Ha nem is értek el világra szóló sikert, de legalábbis világbajnokságon részt vettek, Lakács Tibor asztalteniszező 1950, Kerekes Attila labdarúgó 1982, Danovszkiné Zsilák Ilona maratoni futó atléta 1983, Bökfi János súlyemelő 1985, 1986, 87, 90 és a tornászok Kalmár Zsuzsa 1978, 1979, 81, Újszigeti Katalin 1979, Petény Janikó 1983, Zsilinszki Tünde 1985, 1987, Ónodi Henrietta 1989, Kovács Krisztina 1989. Rajtuk kívül korosztályos világbajnokságon több sportolónk is volt. Az Európa-bajnokságok sorában is szerepel aranyérmesünk. 1989-ben Ónodi Henrietta nyerte Brüsszelben felemás korláton. Henny ezt követően további 3 EB bronzérmet nyert előre színekben. 2 talajon, Brüsszel 1989 és Atén 1990, valamint egyéni összetettben ugyancsak Atén. Az EB bronz Bökfi Jánosnak is sikerült. Lökésben nyerte 1986-ban. A felnőtt EB résztvevők sora is hosszas. Bökfi egymaga 5 Európa-bajnokságon vett részt, 1984 és 90 között. Béla Emese magasugró 1981 fedett pályán, Rossa Mária és Ijés Ildikó gyaloglók 1986, 1987, 1988, 1990, Kalmár Zsuzsa 1979, Ónodi Henrietta 1989, 1990, Kovács Krisztina 1989. A korosztályos EB-ket illetően több aranyérmet is megörökítettek.
A sort Németh Lajos labdarúgó nyitja, aki 1974-ben volt az utánpótlás EB-t nyert együttes tagja. Zsilinszky Tünde 1982-ben Ankarában győzött az ifjúsági Európa-bajnokság gerenda számában. Bökfi János egy évvel később San Marinóban szakított aranyat, s gyűjtött be két további bronzot. Ónodi Henny e sorból sem maradhat ki. 1987-ben Avignonban felemás korláton nyert ezüstérmet. Meg lehet hihetetlen, hogy a 100 esztendős előréből mindössze egyetlen sportoló jutott ki olimpiára. Bökfi János súlyemelő, aki Szöulban 1988-ban a negyedik helyen végzett, ami mindenképpen fantasztikus eredmény. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy 1984-ben több előre sportoló, többek között Bökfi János, Zsilinszky Tünde, Petényi Anikó is potenciális résztvevő volt. A folytatást tudjuk. Valójában nehezen érthető, hogy az ország egyik legeredményesebb klubját ekkor már a legjobb 12-ben volt az előre, amely a rendkívül tudatos és alapos utánpótlás nevelési koncepciónak köszönhetően elképesztő sikerek előtt állt, miért kellett darabokra szedni. Hiszen a 90-es évek elején már sikert sikerre halmozott, Ónodi Henrietta, Szabados Béla, Rosza Mária, I. és Ildikó, bontogatta a szárnyait Tóth Hajnalka, Balog Ildikó, Nyeste és Varga Adrien. A csabai sporttörténelemben az eddigi legtöbb olimpiai résztvevő 1996-ban 7 és 1992-ben 6 volt jelen. Mindannyian előre nevelések. A 2012-es ismereteink szerint 43 Békés csabai kötődésű sportoló volt jelen az olimpiai játékokon. Ezek közül 33-an vannak, akik valamilyen formában kötődnek az előréhez. Az edzőket, szövetségi kapitányokat illetően pedig 11-en voltak a hivatalos delegációk tagjai, ebből 9-en előre kötődésűek. A 33 sportoló közül 3-an is olimpiai bajnokok lettek. 1964 nyarán az előre történetének első olimpiai aranyérmesét ünnepelhettük. A Békés Csabán született, 20 éves koráig Csabán élő, az építők SK-t segítő Palotai Károly, aki ekkor ugyan már a Győri Eto mezét viselte, a Tokióban aranyérmet nyert magyar válogatott kapitánya volt. A népszerű Csuti olimpiai bajnoki címét kicsit minden előrés magáinak érezte. Palotai később fantasztikus karriert futott be játékvezetőként. Olimpiákon, világbajnokságokon, nemzetközi kupadöntőkön volt közreműködő. Az 1972-es Müncheni olimpián a városban felcseperedő Gedő György ökölvívásban a papírsúlyúak között nyert olimpiai bajnoki címet. Gedő 8 éves korában kezdett el az építők előrében boxolni, Kociha János és Pinke János irányításával. Ám ahhoz, hogy a tehetségéhez méltó pályát befuthassa, 16 éves korában el kellett hagyni a Békés Csabát. A csúcsra a 72-es olimpián jutott fel. Ő az egyedüli ökölvívó a világon, aki 4 olimpián is elindult. Hosszú pályafutása során nyert még 2 európai bajnoki aranyat és egy bronzot is. Egy évvel a Békés Csabai előre Spartacus SC felbomlása után az egykor volt szakosztályból alakult önálló egyesület tagjaként 1992-ben nyert olimpiai aranyérmet Ónodi Henrietta. A Bájos Henny ugrásban ért el a világ tetejére, míg talajon ezüstérmet szerzett. Önálló egyesület tagjaként emellett világbajnoki címmel gazdagodott, VB ezüstöket nyert. Tagja volt annak a szenzációs négyesnek, 4 csabai lány erősítette a tornász csapatot, amely az 1996-os olimpián képviselte Magyarországot, Békés Csabát, és valójában még az előrét is. A Békés Csabai előre sikere is sokaknak köszönhető. Mindenek előtt a sportolóknak, az őket felkészítő edzőknek, a feltételeket megteremtő vezetőknek, a háttérben dolgozóknak, a gyúróknak, szertárosoknak, technikai vezetőknek, intézőknek, pályamunkásoknak, takarítóknak, s mindazoknak, akik azért dolgoztak, hogy az egyesület minél sikeresebb legyen. Nélkülük nem ment volna. Ám hogy az előre a lelkünkben és a mindennapjainkban az lett, ami, s hogy megélte a 100 esztendőt, az mindenek előtt a szurkolóknak, a szurkolók szeretetének, odaadó rajongásának, bíztatásának, támogatásának köszönhető. Az ő ragaszkodásuk, hagyománytiszteletük, a klub iránti hűségük volt az, ami a legnehezebb pillanatokban, valamint a számtalan név és színváltoztatás során az előre legendát életben tartották.
Véleményt alkottak, a centenárium kapcsán megszavazták az évszázad legjobbjait. Az előre évszázad labdarúgó mérkőzését is. Előre Fradi, 5-2. Ők azok a név nélküli drukkerek, akik emlékezetben tartották és tartják Amzel Ignác, Kliment Brigi, Marik Pötyi, Fülöp László, Andó Tamás, Weiner és Fejt nevét. Emlékeznek a palotai testvérekre, az előre szív megtestesítőjére Láza Janira, Németh Lajosra, gólvágóra, Zagira, Pásztor Jóskára, a labda virtuózra és sikeredzőre. Tudják majd ki volt s mit jelentett a csabai focinak Babolcsai Gyuri bácsi, Csank János, Mésző Kálmán. Nem feledik Királyvári Karcsit, Kerekes Attillát, az ötgólos Vágási Sanyit, a gólkirály Melis Bélát, Fabuja Gyúrót, Otlakán Misit, Stefit, Szancsót, a bajuszos maffiát, Szenti Zolit, Csató Sanyit, Mracsit, a rajongott Mazsit, Vivit, Váci Zolit, Golyót, s meg annyi nagyszerű futballistát. Ők azok, akik emlegetni fogják Laurinyec Katalint, Hamit, Csuliknét, Hankónét, Bohus Beát és Hocit, Skalát, Mohácsi Árpit, Tyetyákot és Csúvit. Amíg élnek, visszavágják a kettős kézilabda meccseket a városi sportcsarnokban. Büszkék lesznek Ónodi Henire, Kalmár Zsuzsira, Zsilinszki Tündire, Kovács Krisztire, Balog Ildire, a két Adrienre, Nyestire és Vargára, az Urbanik házaspárra, Zsilák Ilonára, Bök Fiancsira, Hurcsán Zsófira, Szabados Bélára. Tudni fogják, hogy ki is az a Bándi Andor, Mahalek István, Fésű Zsóka, Szombati Gyuri bácsi, Tóth Sándor és Kovács Otto, hogy Rácz Lukács és Neje tette le a csabai torna alapjait, Lukács József irányításával jutott el a nemzetközi szintig, s az Unyatinszki házaspár volt az Ónodi Heni felkészítője. Tisztában lesznek azzal, hogy innen indult világhódító útjára Gedő György és Tóth Hajni. Tovább szövik a legendákat Tuskóról, Sebők Vili bácsiról, Buciról, Cöle bácsiról, Lobellóról, Bohus Szertárosról, Cimbi bácsiról. Ők azok, akik mindig is tudni fogják, mit köszönhet ez a klub Kovács Józsefnek, Aracki és Vantara Jánosnak, Baukó Mihálynak, László Pista bácsinak, Piller Sanyi bácsinak, Ravasz Pálnak, Annus Vincének, Szűcs Miskának, meg a fel nem sorolt sok-sok száz embernek. Hát legyünk hálásak a csöndes és hangos tízezreknek is, a mindenkori előre rajongóknak. Köszönjük meg a százesztendőt nekik is százszorosan. Bár a Békés Csabai előre százesztendeje tel is tele volt küzdelemmel, fájdalommal, megszűnéssel, újjáalakulással, e kis filmben most mégiscsak a szépre emlékeztünk. Mert a mosolyra, a jóra, a szépre mindenkinek nagy szüksége van. Egy ünnepen különösen. Hiszen ma ünneplünk. Száz esztendős a Békés Csabai előre. A mi sportegyesületünk. Egészen elképesztő arányú, de teljesen megérdemelt Békés Csabai vezetés. Nincs védelme a Ferencvárosnak, vagy védelme sincs. Szarvas topzódhat a gól örömben. És a szurkolók is persze, a csabai szurkolók.